Köszöntöm nézőinket, köszöntöm a stúdióban Sári Kovács Szilvia, a polgármester asszony, a Legszebb Konyha Kertek, Magyarország Legszebb Konyha Kertje program igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves televízió nézőt. Beszélgetésünknek ilyenkor azért mindig nagyon szép apropója van, hiszen Karcagon megtartottuk a átadását a díjaknak. Az elmúlt héten nagyon sokan kaphattak első díjat, ami azt jelzi, hogy nagyon sok szép kert született ebben az évben, bár ahogy ott is elhangzott, azért volt akinek a jégverte, volt akinek a szárazság nagyon megviselte a kertjét, de mindenki igyekezett azért szépet alkotni ebben az évben is. Igen, ez egy nagyon furcsa év volt. Nekem az év elején azt mondták, hogy talán ebből a programból ebben az évben biztos, hogy nem lesz semmi, hiszen a Covid erősen gyepálta úgymond minden település, minden kertművelőjét, és igazság szerint féltünk is attól, hogy hányan vállalják föl azt, hogy ebben a versenyben idén részt vesznek. Kellemesen csalódtunk, és megmondom őszintén, soha ilyen jó évünk nem volt, mint ez az idei, hiszen 326 településről 2066 kertnevezés történt, és ebből 46 nevezés volt Karcagon, akiből végül is 40 maradt aktív, akiket tudtunk is értékelni. Igen, elég nehéz volt ez az év, hiszen ahogyan az értékelő ünnepségen is elmondtam, bizony a Jóisten megint megtréfált bennünket, hiszen nagyon sokáig itt tartotta nekünk a hideget, a telet. Ha nem is hóformájában, sajnos arra is szükségünk lett volna, de azt nem kaptuk meg, viszont a késői hidegeket igen. Még én június elején is mértem, illetve néztem a hőmérsékletet, és bizony 6-9 fokokat lehetett látni. Így aztán nem csoda, hogy a kertművelők panaszkodtak arról, hogy 3-4-szer van, aki 6-szor vetett, és nem kelt ki egyszer sem, amit elvetett, így aztán tényleg nehéz volt az indulás. Annál is inkább, hogy a hideg mellé társult utána a szárazság. Nem kaptunk esőt, környező településeken volt eső, Karcagot szokás szerint elkerült az eső, és hát legfeljebb ez a alföldi vihar volt ránk megint jellemző. Így aztán a locsolással, amit tudtak, pótoltak a kerteseink, de bizony volt, aki nem tudott öntözni, és annak a termése, a veteménye nagyon megsínylette ezt a száraz időszakot. Aztán persze megkaptuk az esőt, akkor meg megint annyi jött, hogy nem tudtunk vele hirtelen mit kezdeni. Tényleg a mi udvarunk is úszott, úgyhogy tényleg ez a hirtelen szuperszellás eső, meg a sok napig tartós eső azért pótolta a szárazságot, viszont ugyanannyi kárt is okozott egyes kertekben. De ahogy én elmondtam az ünnepségen is, az én drága kerteseim tényleg varázslók, mert nagyon-nagyon szép kerteket láttunk. Én félve indultam el a kert szemlére Fazekas Névikével, a zsűri párommal, és úgy szerintem ezzel így volt minden zsűri tagunk, Szokai Szilvi is, Ferencéné Szék Erikával, Ningni Orosz Hajnalka is, Sipos Gabival, hogy bizony-bizony nem tudtuk, hogy mit látunk a kertekben. Annak ellenére, hogy rányomta az idő a bélyegét, a szárazság és a jég, esetleg a sok víz a kertekre, én úgy gondolom, hogy igyekeztek jól viselni, illetve kezelni ezeket a nehézségeket a kertművelők, és nagyon szép kerteket láttunk, szép gazdag termés volt. Sok kínlódásról számoltak be, sok harcról számoltak be, kezdve ugye a vetéstől, amit már említettem, az egyelésig, az utólagos nyári forróságig, hiszen az is leperzselte a növények jó részét, van, aki már árnyékolni kényszerült, illetve a csapadéknak a hektikussága az egyértelműen nagyon sok kerten látszódott. A termésen is nyilván óhatatlan, hogy ne vegyük észre, hogy mi az, ami kevésbé sikerült, és mi az, ami nagyon jól sikerült ebben az évben. Minden évnek van valami mumusa, hiszen mindig a zöld borsót szoktuk emlegetni, idén azonban meglepő módon mások is kevésbé sikerültek, ahogy elhangzott. Igen, a zöld borsó az nagyon nagy meglepetés volt, hiszen a zöld borsó mindig vitte a primet, és a legjobb termés mindig a zöld borsóból volt, és hát nyilván a zöldség az általában a sor végén kullogott. Így volt ez egyébként rendre ebben az évben is, viszont tényleg meglepetés volt, ami soha nem volt még, hogy a retek és a saláta a legrosszabb termések közé
került, vagy dolgozta föl magát, hiszen azért a kezdet-kezdetén mindig nagyon szépek a kertek is, és a hagyma, a retek, a saláta, az olyan gyönyörű látvány nyújt egy kertbe, amikor az ember belép és megnézi. Hát ebben az évben nagyon sok esetben ki sem keltek ezek. Aztán a zöld borsó hol jó volt, hol nem volt jó. Az év másik meglepetése a zöldbab volt. A zöldbab is mindig nagyon dúsan, buján termett mindenkinél, és még tényleg a zöldbabra sem panaszkodott senki. Ebben az évben ez is megtört, ez a hagyomány, úgyhogy a zöldbab felsorakodott a zöldborsó mellé, a társa mellé, és ezt követően teljesen hektikus volt. De tulajdonképpen szinte majdnem, hogy utcát tekintve is hektikus volt az, hogy van, akinek az uborkája jó volt, van, akinek rossz volt. És tulajdonképpen nem is laktak messze egymástól, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy a városnak azon a részén több csapadék volt, a másik részén kevesebb csapadék volt. Így aztán a cukkini, a tök, az uborka, paprika, paradicsom, hol rossz, hol jó minősítést kapott. És ez nagyon jellemző az ország különböző területeire is, viszont nem lehet egy olyan különbséget felfedezni, ami azért általában meg szokott történni, illetve meg tudjuk tenni, hogy az ország egyes részében mindenhol jó volt egy bizonyos termés, és az ország másik részében ugyanaz kevésbé volt jó. Ez most teljesen ugyanolyan hektikus lett, mint ahogyan az előbb az utcai viszonyokat elmondtam. Ki hogy tudott megküzdeni a természeti viszonyokkal, és ki milyen időt tudott fordítani arra, hogy pótolja ezeket a hiányosságokat, illetve ezeket a megmérettetéseket meg tudja tenni, és tudja kompenzálni a saját kertjében. Talán a legtipikusabb példa Csontos Lajosnak a zárt kerti kertje, amely megmutatja, hogy a zöldbab tényleg nem tudott kikelni, ő nem tudja öntözni a kertjét, viszont lehetett látni, hogy gyönyörűek voltak azok a termények, amelyek ki tudtak kelni és meg tudtak nőni, viszont a szárazság nagyon megtizedelte őket, és lehetett látni, hogy minden kornyázódik. Egyébként gyönyörű lenne, tehát hogyha azt a kertet egy eső megáldotta volna, akkor ez egy gyönyörű dús kert lenne, tehát ez a kert tipikusan mutatta azt, hogy mit tud tenni egy forróság, egy szárazság, egy perzselő napsütés, egy akár dúsan burjánzó kerttel is. Hát azt hiszem, hogy a kertesek ezt órákig tudnánk sorolni, mi mindent tettek, de azért említettük már, hogy a Covid miatt azért évelén egy kicsit féltettől az idei évtől, viszont én azt gondolom, hogy nagyon sokan meg pont a Covid miatt kezdtek el kertészkedni, mert otthon voltak, home office-ban dolgoztak, gyerekek otthon voltak, és lehet, hogy pont most kezdtek el, és most szeretették meg a gyerekekkel a kertészkedést. Így van, ez pontosan lehetett érezni a nevezéseken, hiszen túl azon, hogy szaporodtak a települések, tehát nem riadtak vissza a települések a Covid okozta megmérettetéstől. Egy-egy településről most lényegesen többen jelentkeztek, tehát több volt a kertnevező szinte minden településen, és még a kezdők sem egy-két nevezővel indultak, hanem bizony ott is volt 9-10, akár még több is. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az emberek kezdenek ráérezni arra, hogy mennyire fontos, hogy otthon a kis földterületüket kihasználják, a szabadidejüket okosan osszák be, és jusson arra idejük, hogy beteményezzenek otthon, hiszen ha már úgy is otthon kell maradni, akkor mennyire jó és hasznos az, hogy ki tudnak menni a saját kertjükbe, kertészkednek és felüdülnek, felfrissülnek, kikapcsolódnak, és értelmesen töltik el a szabadidejüket. Ez egyértelműen a program hasznára van, úgyhogy tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy nekünk jót tett a Covid, és ennek a kezdeményezésnek tényleg még nagyobb teret adott, és még nagyobb lendületet adott, és még nagyobb indokoltságot adott. Tehát tulajdonképpen most alátámasztotta azt a kertművelők felé is, hogy mennyire jó az, hogy ők ezt csinálják, és mennyire fontos lehet másoknak is. A közösségi kerteket ez mennyire viselte meg, hiszen gondolok itt az óvodás iskolás kertekre, hiszen ők azért heteken keresztül otthon voltak ilyenkor, gondolom, hogy a pedagógusokra maradt minden munka, de ezt mennyire lehetett érzékelni, hogy picikét Karcagon mondjuk nem, mert hiszen láttuk a diátadáson, hogy remekül szerepeltek az óvisok is minden óvodában, de úgy általában országosan ez mennyire érződik?
Igazság szerint országosan lehetett érezni ennek a hatását, legkevésbé az óvodáknál lehetett érezni. Én úgy gondolom, hogy ott nagyon-nagyon lelkes dadus nénik voltak, akik bevállalták azt, hogy amíg a gyerekek nincsenek, akkor művelik a kertet. Aztán pedig a gyerekek bekapcsoltak, és tényleg szépen befejezték a kertművelés utolsó fázisát is. Leginkább az iskolákon lehetett érezni ennek a problémáját, hiszen ők kevesebbet tudtak vele foglalkozni, amikor visszatértek, nagyon kevés időre tértek vissza, akkor viszont szerintem a tanulás volt az első, hiszen nagyon sok lemaradásuk volt, és így a kert nyilván háttérbe szorult. Nem beszélve arról, hogy a középiskolásoknak most nem volt Ments meg egy kertet program meghirdetve az Agrárminisztérium részéről, és ez bizony nagyon sok esetben azt jelentette, hogy a kert most nem került megművelésre, vagy pedig csak olyan szinten tartották karban, hogy ne legyen ugar, ne legyen parlagon hagyva, hanem csak egy általános kis megművelést tudtak megvalósítani rajta, és nyilván így nem is jelentek meg a programban, tehát ez érezhető volt, de azért ebben az évben is ki tudtuk adni Magyarország legszebb iskolája címet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy következő évben visszatérnek hozzánk azok a középiskolások, akik eddig is voltak a programban, bár azért voltak ebben az évben is, tehát nem tűntek el teljesen. Sem az általános iskolák, sem a gimnáziumok, és én ennek nagyon örültem, sőt olyan iskolák jelentkeztek, akik abszolút nem agráros iskolák, középiskoláról beszélek, hanem teljesen más indítatású, aki más szakmát oktatnak náluk, és mégis kertészkednek, úgyhogy ennek azért örülök. A közösségeket pedig még jobban összekovácsolta, hiszen alig várták már, hogy kicabaduljanak és kertészkedjenek, és tulajdonképpen a szabadban töltött szabadidő, illetve az egymással eltöltött, közösségben eltöltött, szabadban eltöltött idő, az tulajdonképpen hosszabb ideig meg volt engedve, illetve rosszul fogalmazok, nem hosszabb ideig, hanem korábban nyitott a lehetőség arra, hogy ne zárt térben, hanem nyitott térben legyenek együtt az emberek, és ezt ők maximálisan kihasználták, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy nagyon sok nyugdíjas egyesület, nyugdíjas kör, kertbarát kör téren csak zárt körben tud működni, ami ugye nem volt kivitelezhető ebben a bezárt időszakban, és bizony-bizony, ha kimentek kertészkedni, akkor viszont azt megtehették. És így aztán több idejük volt, úgy gondolom, a kertészkedésre, hiszen ott össze tudtak jönni, és a kert ezzel jól járt, én úgy gondolom. Én emlékszem olyan példákra a korábbi években, és nem tudom, hogy idén volt-e, hogy mondjuk egy lakótelepen ott összefogtak, és egy pár négyzetméteren elkezdték művelni. Volt esetleg most erre példa, hogy ott is egy két négyzetméteren meg volt, hogy ez a két sor valaki, a másik két sor valaki. Tehát, hogy volt esetleg ilyen, hiszen nekik nagyon nem volt más lehetőségük. Igen, volt, és budapesti közösségi kertekről beszélünk, és országos díjat is kaptak, sőt, többedik alkalommal kapták ezt meg. Úgyhogy a közösségi kertek, ahogyan az előbb is említettem, nagyon beindultak, és egyre szaporodnak szerencsére. És most már nem csak egy-két sor van egy-egy embernek, hanem egy-egy ágyása van, úgyhogy azért szaporodnak a területek is, és szaporodnak a kertet művelni vágyók is, hiszen már azt is hallottam, hogy bizony-bizony megtiszteltetés, hogyha valakinek van egy kis parcellája, és most már váró listák vannak a parcellákra. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen azt fogja majd eredményezni, hogy még több közösségi kertet alakítanak ki, majd a lakóházak között, mondjuk 10 emeletes lakótömbök között. Azért mennyire színesen mutat a virágok mellett a zöldség is. Nem beszélve arról, hogy ezt meg lehet enni, lehet piknikelni, lehet ott egy kis szabadtéri sütésfőzést szervezni, és együtt el lehet tölteni a szabadidőt. Mindenképpen közösségkovácsoló ereje van. Akkor lehet, hogy most példát is adtunk a felhívás a keringőre, hogy szoktuk mondani itt a karcegi lakótelepeken, hiszen azért ott is van, ahol azért már virágokkal beültették, tehát gondozzák, de hát ott azért van, ahol lehetne ilyeneket elkezdeni. Igen. Reméljük, hogy jövőre erről is beszámolhatunk. És azért nekünk volt olyan kertünk, ahol a díszkertben ott vannak a virágsorok között a zöldségsorok. És ha ezt így végig gondolja valaki, aki kertet művel, egyáltalán nem egy elvetemült ötlet, hogy a virágos sorok között ott legyen mondjuk egy szép karalábé vagy egy mángoldsor, hiszen annak a levele is díszít. Tehát tulajdonképpen a zöldségek is képesek díszíteni a kertet, és egy nagyon szép zöld kitöltő felületet tudnak adni a virágos kertben. Nagyon sokan egyébként egyre többen használják ezt ki, és aki eddig csak a virágnak élt, az most már szívesen csempészi be a zöldséget is a kertjébe.
Akkor itt a példa, és akkor majd jövőre meglátjuk. Viszont egy picit térjünk vissza a karcagi díjátadóra, hiszen nagyon sok első helyezést adott ki a zsűri. Ön járt sok kertben. Mi volt ez a meglepetés ön számára, amit mondjuk most látott új növényként, korábban nem látott karcagon, és most elkezdték mondjuk a mángoldot, itt említette, hogy ez mennyire kezdett elterjedni karcagon, vagy mi volt ez az új technika, ami önt is megragadta? Igazság szerint én a lesült, leszáradt és üres kertektől féltem, de szerencsére nem ezzel találkoztam. Nem voltak olyan különösebben új növények, hiszen ez nem volt alkalmas ez az év erre. Mindenki örült, hogyha hagyományos növényekkel boldogul és bír, és ki imádkozza a földből, hogy keljen ki. Nagyon sok helyen egyébként nagyon szép volt a padlizsán, ami azért meglepő ilyen viszonyok között. Hát a zöldség az rendszerint azért a sor végén kullog, sikeres zöldségeket tekintve. Az uborka és a tök az most nem volt annyira sikeres. Egyre többen törekszenek fölfelé. A fölfelé növesztéssel a zöldségeket illetően nem a földön futtatják az uborkát, hanem fölfelé, ami nyilván helykihasználást eredményez, és azért egészségesebb és jobb is az uborka, ami fölfelé fut, és nem a földön hever. Sokan árnyékolnak, viszont hát nem annyira nagyon jó hír, hogy több kert művelőm jelezte, hogy az időjárás és az éghajlat változás miatt át kell értékelni a kertművelését. Ez az első ilyen hír, és azért ez tanulságos. Át kell értékelni a kertművelését és a kertművelési szokásokat, illetve az egész kertnek az átalakítására törekszik. Illetve nem törekszik, hanem kényszerül. Kényszerül. Kényszerül, mert olyan éghajlati klímája van, ahol tulajdonképpen lesülnek a növények. Én is tapasztaltam, nálam például a ribizli, bár árnyékosabb a kertem, nem tudott megérni, fél zöld, fél érett állapotban aszalódott le a száráról. Úgyhogy arról tájékoztatott az a kertművelő, hogy jövőre nem fog tudni nevezni, mert az egész kertjét át kell alakítani. Fákat kell telepítenie, és az egész kertet át kell forgatnia ahhoz, hogy egyáltalán valamit meg tudjon termeszteni, mert annyira napsütött az udvara, a kertje, hogy minden leég, nem kell ki semmi, ha ki kell, akkor rögtön leég. Hiába locsol, hiába van náluk sok eső, az a rettenetes tűző nap, ami éri a növényeket, az egyszerűen elpusztítja őket, és nem is tudja még a megoldást, hogy hogyan alakítsa át a kertet, de az egész kertet át kell alakítania, és át kell telepítenie sok mindent. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan hír, amivel későbbiekben is szembe kell néznünk, és biztos vagyok benne, hogy sajnos egyre több kertművelő fog ilyennel találkozni, és egyre több kertművelő fog erről hírt adni felénk. Hát akkor ez nem jó hír, de beszéljünk itt a jó hírekről, hiszen itt elhangzott, hogy többen mennek országos díjátadóra is karcagról. Így van, én azért ettől féltem, hiszen ebben az évben sem tudták a két kertszemlét megvalósítani nagyon sok településen, mint ahogyan Karcagon sem. Örültünk annak az egy kertszemlének is, de ennek ellenére 193 kertet 94 településről neveztek országos díjra. Ennek nagyon örültem, és tényleg nagyon szép kerteket neveztek, tehát minden nevezés indokolt volt. És az országos zsűrinek megint nagyon nehéz döntése volt, hogy ki kapja meg azt az országos díjat, és ki az, aki csak egy hajszállal, de lemarad róla. Így aztán a végső döntésünk megszületett, 34 településről 41 országos díjat osztottunk ki. És igazság szerint ez egy nagy büszkeséggel tölt el, hiszen ebben az évben is több örökös díjat kellett kiadnunk, és ez már a második olyan év, amikor két életműdíjat is kiosztunk a kertművelők között, ami azt jelenti, hogy már negyedik alkalommal kap országos díjat az illető. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen az ő nagyon nagy szakértelmét és hűséges, szorgalmas munkáját dicséri, és ezért tulajdonképpen eleget is tettünk annak a mottónak, amivel ezt az évet indítottam, hogy szorgalom, kitartás és hűség. Ez a díjakban is megmutatkozik, hiszen több megerősítő, több örökös, és ahogyan mondtam már, két életműdíjat is ki tudott osztani az országos zsűri. És azért mondjuk el a karcagiakat is, hiszen dicsérjük meg őket. Igen, a karcagi eredményre nagyon büszke vagyok, hiszen országos díjra tudtuk jelölni már többedik alkalommal Csontos Lajos és felesége Csontosné Szilágyi Erzsébet kertjét. Szintén többedik alkalommal került országos díjra nevezésre.
Ormos Anikó kertje, szintén Nagy Kinga kertje. Úgy tudom, hogy egy ovi is ott van a legjobbak között Karcagról. Így van, szintén van egy nagyon jól sikerült óvodakertünk, a Táncsics körül 19-es óvoda került országos díjra jelölésre. Nagyon szép volt a kertjük. Ők egy egészen picik és árnyékos kertről indultak el, és hatalmas fejlődést értek el, és úgy gondolta a karcagi zsűri, hogy érdemesnek tartja az országos díjra jelölésre, és az országos zsűri meg is dicsérte ezt a kertet, úgyhogy úgy gondolom, hogy a további fejlődések meg is fogják majd neki hozni az országos díjat. Nagyon örültem ennek a nevezésnek, hiszen a karcagi óvodák mindig nagyon jól szerepelnek az országos programban, hiszen már van egy megerősítő díjas óvodánk, a Szim óvoda, de az összes többi másik óvoda is, én úgy gondolom, hogy csak büszke lehet a kertjére, hiszen én azt hiszem, hogy nincs is olyan település Magyarországon, amelynek minden óvodája indult volna ebben a programban, és Karcag ezzel mindig elvicsekedhet minden évben, ezzel tudok büszkélkedni, és én úgy gondolom, hogy ez tényleg egy elhivatottságot jelent az óvodavezetés részéről, hiszen azért valljuk be őszintén, nem egyszerű dolog a gyerekeket koordinálni ott a kertekben, meg egyáltalán még erre is figyelmet fordítani a rengeteg mindennapos teendő mellett, úgyhogy nagyon hálás vagyok az óvodásoknak és az óvonéniknek, a darusnéniknek, hogy ezt felvállalják, és ilyen nagyon szép eredménnyel végzik. És hát beszéljünk 2022-ről, az lesz a 11. éve a versenynek, hiszen most idén volt a 10. alkalom. Lesz a motto, vagy inkább én úgy emlékszem, hogy azt mondta a átadón, hogy nem ön szeretné meghatározni, hogy mi legyen, hanem várja a javaslatokat. Érkeztek-e már javaslatok? Nem tudom, még nincs róla információm, de örülök, hogy ez a téma felvetődött, mert szerettem volna itt fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel Karcagon indult el először 2012-ben ez a verseny, én úgy gondolom, hogy a karcagiaknak van annyi előjogosultságuk és előnyük, meg érdemük az eddigi részletek alapján, hogy határozzák meg ők most, hogy mi legyen az év mottója, illetve az év kiemelt témája. Én remélem, hogy azért olyan kreatív javaslatok érkeznek, amiből tudunk is választani, és meg tudjuk határozni ezek alapján, a javaslatok alapján, 2022-es év kiemelt témáját, vagy a mottóját. Aztán, ha nem érkeznek ilyenek, akkor majd igazságot teszünk, de tényleg nagyon szeretném, hogyha mindenki élne ezzel a lehetőséggel, és csak egy kis papírra ráírva, bejuttatva az önkormányzathoz, a portálra leadva, vagy akár e-mailben megírva nekem, eljuttatja hozzánk, ezt én nagyon megköszönném, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ők most ennyi kiemelt téma és motto után mit tartanak fontosnak. Mi az, amit hiányoltak eddig? Mi az, amit erre esetleg nekem nem volt még gondolatom, és nem volt még figyelmem. Bár én úgy gondolom, hogy elég sok mindent végigjártunk már, kíváncsi vagyok az ő véleményükre, és hát gondolom, hogy azért van elképzelésük. Most akkor van tér annak, hogy ezt elmondják. Akkor reméljük, hogy sokan fognak javaslatot tenni. Én azt kívánom önnek is, és a karcag díjazottaknak is, hogy nagy élményben legyen részük az országos díjátadón, hiszen ennek még előtte vagyunk, és hát mindig egy nagyon szép ünnepség keretében kaphatják meg ezeket az elismeréseket. Nem csak a karcagiak, hanem az ország legjobbjai is. Ez most hol lesz? Az országos díjkoszti ünnepség az OMÉK, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás keretén belül lesz megrendezve a Hung Expo területén, az E-pavilonban, hiszen most az E-pavilon az OMÉK-nak a helyszíne, október 9-én szombaton 2 órakor. Ide várjuk a három országos díjazottunkat, vagy két országos díjazottunkat, Csontos Lajost és feleségét, Csontosné Szilágyi Erzsébetet és Ormos Anikót. A két országos díjra jelöltünk pedig Nagy Kinga és a Táncsics 19-es óvoda óvonéniei és gyerekei pedig majd október 21-én az országos díjra jelöltek ünnepségén vehetik át az elismeréseket és az ajándékokat. Hát azt gondolom, hogy ez nagy öröm mindenkinek, önnek pláne, hiszen azért 10 évvel ezelőtt, amikor 22-en elkezdtek itt kertészkedni, Karcagon azért nem gondolta, hogy több ezer ember tud ezen megmozgatni. Én úgy érzem, kívülállóként, hogy elérte a célját, ezt gondolom ebben ön is megerősít. Abszolút így van, hiszen minden településről azt a visszajelzést kapom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó program,
nem a pénzről szól, a szorgalomról, a lelkesedésről, az odaadásról, a kitartásról, a barátságról, a szeretetről, a földművelésről, annak szeretetéről, a földművelésnek, a kertgondozásnak a tudományáról, hagyományátadásról, közösségépítésről. Tehát tulajdonképpen mindig pozitív dologról, és a legnagyobb előnye az, hogy mindenkire hatással van. A 2-3 évestől kezdődően a 90 akárhány éves emberig mindenkit megmozgat, mindenkit összekapcsol, és nem véletlen, hogy most már az bölcsödésektől kezdve az idősek otthonáig mindenki részt vesz ebben a programban, és egyre több terápiás kertünk van, tehát a fogyatékkal élőket is meg tudjuk mozgatni, örömet tudunk nekik szerezni a kerttel, és gyógyítani tudunk a kerttel. Érdekes, hogyha valaki néz a televíziót és kertes műsorokat néz, akkor tapasztalhatta, hogy Angliában orvosok receptre írják föl a kertművelést. És ez komolyan így van náluk. És fizikai fájdalmat tudnak enyhíteni a kertészkedéssel, illetve nyilván lelki sérüléseket is nagyon nagy mértékben tudnak ezzel gyógyítani, úgyhogy a magyar ember nagyon jól él azzal a lehetőségével, hogy van földje, tud kertet művelni, ismeri ezeket a hagyományokat, tudja ennek a csínyát, bínyát, és nagyon jó dolog, hogy ezt át is tudja adni majd a fiataloknak, hogy ők is éljenek ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon jó program arra, hogy mindenki megismerkedjen ezzel, és mindenki ki tudja magát majd teljesíteni a kertben is, nem csak a munkájában, hanem hogyha hazamegy kikapcsolódásként a kertjében is. Én ezt kívánom, hogy 2022-ben még többen nevezzenek, és akkor egy év múlva beszámolhassunk arról, hogy újabb karcagi országos sikerek is születtek. Én ehhez önnek kitartást kívánok, a kerteseinek pedig egy picit jobb időjárás jövőre, mint ahogy idén adatott nekik. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is, és minden kertművelőnek jó egészséget kívánok, további jó kertészkedést, eredményes terménybetakarítást kívánok, és kérem, hogy jövőre is nevezzenek a programba, legyenek hülyek hozzánk, és várom a javaslatokat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a beszélgetést, nézőinknek a figyelmet.